Egy kétszobás, 51 négyzetméteres lakótelepi lakást mutat éppen Czakó András. Az egyik bajai ingatlan iroda ügyvezetőjétől megtudtuk, ez a lakás pár éve körülbelül 5-6 millió forintba került volna. Az idén viszont 8 millióért kelt el. Egyértelműen elmondható, hogy emelkedtek az ingatlanárak, ez különösen Bajára igaz, a vidéki régióban talán annyira nem. Baján is elsősorban a 10 millió forint alatti ingatlanáraknál tapasztalható a megnövekedett kereslet. Így például ez a lakás is, amiben most itt vagyunk, ugye ez több mint 150 ezer forint per négyzetméter ár. Az építkezések száma is jelentősen fellendült 2016-ban. Tavalyhoz képest duplájára, 1400 fölé emelkedett a kiadott építési engedélyek száma. Kardos Tamás vállalkozó elmondta, az újonnan engedélyezett épületek túlnyomó része lakóingatlan. Az érintett alapterület majdnem a háromszorosával, 360 ezer négyzetméterrel nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest. Határozottan tapasztaljuk az építési engedélyek növekedésével a beruházási kedv növekedését és gyakorlatilag a kivitelezői árajánlatkéréseknek a növekedését, de ez most jelen pillanatban jellemzően inkább mi azt tapasztaljuk, hogy társasház és családi házi területen. A 2014-20-as pályázati időszak elején vagyunk. Mi azt gondoljuk, hogy jövő évben ez a tendencia folytatódni fog, javarészt a pályázatoknak köszönhetően is. Elemzők szerint, ha valaki lakásban vagy házban gondolkodik, érdemes minél előbb nyílbe ütni az üzletet. És az sem utolsó szempont, hogy általában lehet alkudni az üzletnél. Valahol akár 8-10%-ot is enged a tulajdonos az irányárból.